Fotósokkal, képző és iparművészekkel, csinos modellekkel és a művészet iránt érdeklődőkkel telt meg a Vörösberényi Magtár épülete a közelmúltban. Minden hónap utolsó szombatján jönnek össze a megyeszékhelyen és a kistérségünkben élő és alkotó művészek egy kis közös festésre, tapasztalatcserére, fotózásra. Januárban volt az egy éves évforduló, Debrecenyi Zoltán barátommal, és még fotós kollégámmal, Bauman Bélával együttesen művészeket elkezdtük összehívni, és hát először Zolinak a lakásán találkoztunk, kezdtünk összemelegedni, kicsit közös alkotásokat, fényképeket készítettünk, szinte egymásra azt lehet mondani, és inkább a festőkről a végén a munkájuk közben. Nekünk is jó fotótéma volt, nekik is meg lett örökítve a munkájuk, és hát ez úgy hónapról hónapra egy-egy találkozó szintjére került, minden hónapban találkoztunk valamilyen helyszínen. Most először az alkotás folyamatába bevonták a műkedvelő érdeklődő közönséget is, aki kedvet és tehetséget érzett, csinos modelleket örökíthetett meg, de készültek grafikák, festmények is. A nyitott műterem nevet viselő csoport tagjai közül most 11 fotós és 16 képzőművész volt jelen az egésznapos eseményen. Mindenki, aki eddig szokott jönni, és annak örülünk, hogy még plusz hoztak magukkal művészeket, eljöttek, megnézték, próbálkoztak, kiállítottak, mindjárt egy ilyen kis rögtönzött kiállítást is csináltunk. Kirakták a műveiket, felállítottunk egy műtermet, a fotósok gyakorolhattak, nagyon helyes kis lányok jöttek el, akik modellt álltak, és a délután folyamán hát a német Cynthia, ő énekelt nekünk, hát egy kicsit beteg a torkába, tehát meg van fázva, de az egy gyönyörűen énekelt, és a nagymamája elhozta a ruhákat, a tavaszi kollekcióját, mert egy butikja van, és a lányok bemutatták, fölvették. A fotózás kedvelőinek most első alkalommal egy komplett profi műtermet is berendeztek, nagy teljesítményű vakukkal, terítőlapokkal, fénymérővel. Vérbeli profitól tanulhatott a záridőkről, blendéről és fehér egyensúlyról, bárki, aki a saját gépét is elhozta. A kezdők első mozdulatait rajztanár segítette az alkotásban, a gyerekeknek pedig játszóházat is tartottak.